Sziasztok! Remélem elnézitek számomra, hogy immáron félkezzel mutogatok, mert hogy egyébként a bal kezem sajnos lesérült, úgyhogy kérlek nézzétek el, hogy a mai videóban, illetve néhány soron következő videóban majd így fogok számotokra mutogatni. De hogy mit is fogok ma bemutatni számotokra, a Mauser M18-nak 6,5-es Creedmoor kaliberű változatát fogom ma számotokra bemutatni pár gondolatban. Kecskés Robi vagyok. A korábban már bemutatott M18-as 308-as Winchester változathoz képest annyi különbséget tartalmaz ez a fegyver, hogy gyárilag egy M15x1-es finom menet van a cső végén, ez gyárilag készül rá. Egyébként ez érdekes módon nem drágítja meg a fegyvernek a vételárát, és egyébként próbáltam is kompenzátorral, amiről majd egy pillanattal később fogok majd beszámolni. Visszatérve a fegyverre, tulajdonképpen ugyanaz az alapfegyver, mint amit korábban bemutattam, 308-as Winchester kaliberben, csak itt most 6,5-es Creedmoorban, és hogy mégis foglalkozok ezzel, mert egyszerűen borzalmasan érdekelt a 6,5-es Creedmoor kaliber. Eddig nem nagyon teszteltem, próbáltam, és annyi jót hallottam róla, és annyi ügyfelem érdeklődött már a 6,5-es Creedmoorról, hogy kénytelen voltam alávetni magam, és olyan szerencsés helyzetbe kerültem, hogy kaptam a magyar szállítótól fegyvert, távcsövet hozzá, illetve be tudtam szerezni két típusú lőszert, és nagyon meglepődtem, amikor beszereztem a Hornady, illetve a Federal lőszereket, hogy tulajdonképpen ez nem is egy drága kaliber, hisz ilyen 10.000 forint alatt, illetve egy picivel fölötte tudtam megvásárolni ezeket a lőszereket. Különlegessége még a fegyvernek a színe, ez eltér a korábbi sima fekete változattól, tehát ez valamilyen ilyen szürkés, zöldes színárnyalat, bár én színtévesztő vagyok. Egyébként nekem ez egy picit jobban tetszik, mint a fekete változat. Kicsit eltér a standard, ebben a kategóriában már megszokott fekete vagy matt fekete tusa kialakításoktól. Picit talán feldobja a fegyvert. Annyira nem zöld mondjuk, mint a Steyr-Mannlichernek a SX változata. Kétfajta távcsővel próbáltam ezt a fegyvert, 100 illetve 150 méteres távolságra. Az egyik, ami már nincs rajta ezen a fegyveren, azt már sajnos vissza kellett küldenem, ez a Whisky 5-ös Sig Sauer távcső, illetve ami most itt van a fegyveren, tulajdonképpen a Sierra 3 BDX-es távcsőve. Ugye a BDX annyit jelent, hogy összehangolva egy ilyen BDX-es Sig Sauer távolságmérős távcsővel vagy távolságmérővel, illetve egy mobiltelefon applikációval a ballisztikára lehet programozni a távcsövet, illetve önmagának beállítja a ballisztikai beállításokat, szóval egy ilyen hiperintelligens távcsőről van szó, aminek viszonylag elérhető az ára is. Szerelékként ugyanazt a Picatinny rendszert használtam, annyi különbséggel, hogy most egy másfajta gyűrűt, egy Roussan gyűrűt használtam, ugyanazt tudja nagyjából, mint az összes többi ilyen minőségi, árminőség kategóriájú gyűrűk, kiválóan bírta a lövéseket. Mert hogy egyébként elég sokat lőttem a fegyverrel, több mint másfél doboz lőszernél abba is hagytam, mert már tényleg annyira élveztem a lövészetet ezzel a kis 6,5-essel, hogy még el tudtam volna lőni vele még másfél vagy két doboznyi lőszert. És mik is voltak ezek az eredmények, mert tulajdonképpen erre hegyezném ki ezt a videómat. A 3-as sorozatokat lőttem a fegyverrel, már a második 3-as sorozatnál sikerült elérnem egy 1,4 cm-es, azaz 14 mm-es átmérőjű szórásképet 100 méteren, amit aztán folytattam később 150 méterre. Ott is hozta ezt a 3 centin belüli szórásképet a fegyver, ami azt gondolom, hogy egy ilyen kategóriájú fegyvertől és egy ilyen kalibertől lehet, hogy elvárható, de számomra azért meglepő volt, és azt gondolom, hogy egy igazi pozitív csalódás. Mert hogy ez azt jelenti, hogy ez a fegyver távolabbi lövésekre is alkalmas, tehát akár 300 méter fölötti lövéseket is tehetünk, pontos lövéseket tehetünk a fegyverre. Mindemellett maga a lőszer, a gyári lőszer nem igazából drága,
hisz ahogy mondtam, ez az 500-600 forintos kategóriába tartozik. Középkaliberek alsó részét megcsippentő teljesítményről beszélünk, akkor igazából sok mindenre alkalmas lehet ez a fegyver. Kállítottam a sütésén, tulajdonképpen a minimumra vettem vissza, és a gyári érték az olyan 1000 gram körül van meghatározva. Érdekes módon ennek a fegyvernek sikerült 900-930 gramra levinnem a sütését, ami azt gondolom, hogy lényegesen beleszólt a fegyver lőképébe, tehát egy nagyon-nagyon kellemes lövészetet tudtam vele végrehajtani. Ahogy említettem már, hogy kompenzátort is helyeztem föl a tesztek során, konkrétan amikor 150 métert lőttem, akkor azt kompenzátorra lőttem. Nem egy ehhez a fegyverhez kifejezetten specifikus kompenzátort használtam, és egyébként azt gondolom, hogy ténylegesen még azt az amúgy is nagyon csekély visszarúgását még csökkentette a kompenzátor, úgyhogy még élvezetessébbé tette az amúgy is jó ízű lövészetet. Ez a fegyver igazából egy ilyen jobb tárcsővel, tehát egy ilyen 15-szörös vagy 20-szörös nagyítású tárcsővel már-már alkalmas lehet hosszabb távok lövésére is, függetlenül attól, hogy relatíve vékony a csöve. Egy egyszerű belépő szintű vadászfegyverről beszélünk, ami egy ilyen mindenes fegyvere lehet mondjuk egy kezdő vadásznak. Javaslom azt, hogy mindenki nézzen bele egy ilyen távcsőbe. Szenzációsnak tartom, hogy automatikusan dolgozik, és semmilyen kalkulációra nincsen szükségünk. Csak egy hozzátartozó BDX-es távmérőre, vagy távmérős távcsőre, illetve egy mobiltelefonra és az azon futó applikációra. Remélem, hogy érdekesnek tartottátok ezt a videómat, és nem vont el a figyelmeteket a béna kezem. Úgyhogy velem tartotok majd a következőkben is. Ha egyébként érdekes volt ez a videó, akkor kérlek lájkoljátok, küldjétek tovább barátaitoknak, ismerőseiteknek is. Szép napot kívánok nektek!